kelet részlet. Paták is elbóbiskolt a meleg istállóban. Csak mú volt szokatlanul élénk, hol lefeküdt, hol megfelállt, és néha hátra nézett, mintha várna valamire. Egyszer csak csendesen elbökte magát, ami egyszerre véget vetett a vitának. Az én időm elérkezett. Fáj, nagyon fáj, de hát ez már így van, mondta kicsit panaszosan. A kisfiam indulni akar. Mindenki hallgatott. Kele megmerevedett, a bagoly bebújt a kuckóba, Vahú szó nélkül kiment az udvarra, és Miska olyan messze húzódott a tehéntől, amilyen messze csak lehetett. Nem is tudom, miért csinálod, ha fáj? Csapkodott ingerülten Miska, aki szintén szundítani akart. Mit miért csinálok? Hát, hogy borjú legyen. Jaj, bőgött panaszosan Mó. Jaj, hát megborondultál? Hát hogy ne csinálnám, ha kell nekem a borjú? Csak Berti jönne. Berti mindig segít. Vahú, szólhatnál Bertinek, téged megért? Vahú már az előbb kiment, nézett Múra Miska. Vahúnak gyenge a szíve, nem tudja nézni, hogy kínlódol. A kínlódás már a baglyot is érdekelte. Azért kiállt a gerend a szélére, és lenézett Múra. Múnak nem lesz semmi baja, csattintott a csőrével. Én mondom, Mú körül csak úgy omlik az erő és az egészség. Ez egy kicsit megnyugtatta a tehenet, de azért újra felkelt, és olyat bőgött, hogy rezegtek az ablakok. Berti azonban ezt nem hallotta meg, és nem hallotta meg Ribiszke se, mert mindketten aludtak, mint nagy télben a medve. Ágnes betakarta őket, és elhatározta, hogy nem hagyja ott a házat. Egy vásáros emberrel izent, hogy nem megy haza, mert dolga van, és késő este már nem akar egyedül mászkálni, anyja menjen át a gyerekekhez. Aztán mosogatni kezdett, de kikiállt a pitvarba, mert Rumot ki kellett szellőztetni. Ekkor hallotta meg, hogy bőg a tehén. A bőgés nem volt erős, azért nehezen talált utat gondolatai közé. Elnézte az alkonyatba szürkülő kertet, a tavaszra gondolt, de hogy miért, arra talán nem tudott volna választ adni. Ködös, hűvös volt az alkony, az olvadó hótól inkább nyírkos, mint hideg. A palánták jutottak eszébe, a porlóföld hamu melege és a rügyek a fán. Ekkor arra gondolt, hogy hány óra lehet, ám bár ezt a kérdést már Bú bőgése indította el. A lovat is meg kellene itatni. De miért bőg ez a tehén? Fejni nem kell, hiszen rég elapadt már. Bement a házba, csillogó rendbe tett mindent, kisöpört, és söprés közben hirtelen megállt. Most nem hallotta Mú hangját, mégis letette a seprőt. Hát, ha borjazni akar. Kiment az istállóba, vitte magával a lónak a vizet. A tehére csak egy pillantást vetett. Letette paták elé a vödröt, és elgondolkodva hallgatta Mú nyögését. El kellene szaladni Peták Jáncsi bácsiért, de talán már nincs idő, és meg is kérdeznék, mi szükség van az öreg Petákra, mikor két férfi is van a háznál. Máskor Berti szokott bábáskodni. Akkor mit mondana? Gondterhelten nézte Múkusz készülődését, görcsös erőködését, és önmagára gondolt, amikor gyermekeit a világra hozta. A tehén testén végig gyűröző fájdalom, a vonagló erőködés és pihenés, a kapkodó nyögések után szinte ugyanaz volt. Ágnes megfordult, haragosan húzta meg fejkendője csücskét. Az a két rehány ember meg döglik odabent. No, majd adok én nekik. Szaladt a ház felé, kivágta a konyhajtót, megrázta Berti karját. Borjadzik a tehén, kiáltotta. Berti meg sem moccant. Borjadzik a tehén, Berti! És belecsipett Berti karjába. Berti nem mozdult. Ágnes még egy pillantást vetett a két férfira, aztán ollót vett ki a fiókból és vastag cérnát. A cérnát megmártotta a jódos üvegben, kiment az istállóba, de nem tette be az ajtót. Az istállóban már homály volt. Ágnes körülnézett, hogy hová tegye le az ollót meg a cérnát, amikor majdnem felkiáltott. Meglátta, hogy a tehén mögött egy kis csavzott, szőrös halom fekszik. Ó, hát meg vagy, böccikém! És Ágnes is úgy megkönnyebbült, akárcsak Mú, aki hol maga elé nézett, elkínzottan, szeliden, hol visszanézett és csendesen bőgött. Adjátok már ide,
Miért nem adjátok ide? Na, csak várj egy kicsit, mondta Ágnes, és elvágta az utolsó szálat, mely a kisborjút az anyai testtel összekötötte. Mú felállt, izgatottan topogott. Ágnes aztán elkötötte ennek a szálnak a borjú maradt másik végét, felnyabálábolta az újszülöttet, és anyja fejéhez tette. Üsző, mondta, de milyen nehéz. Eredj innen, kutya, mert felrúglak. Babur nagyon érdeklődött az esemény iránt, és most, hogy felszabadult az istálló múnyögéseitől, bejött megnézni, mi is történt tulajdonképpen. Ágnes elnézte, amint Mú széttisztára nyalja a kisborjút, és arra gondolt, olyan ez, mint amikor a gyereket fürösztik. Bú még félig eszméletlenül pislogott, de szemében már ugyanaz a szelíd nyugalom fénylett, mint anyjáiban. Csodálatos világ volt ez idekünk mindenképpen. Orrán ismeretlen ízekkel és szagokkal tódult be a levegő. A szalma elég meleg volt, de kemény, és a külső világ hangjai ismerős ismeretlenként hullottak fülébe. Mú tölgye akkora volt, mint egy sajtár, és csepegni kezdett belőle a tej. Mú megint bőgött. Megszoktatom, meg akarom szoptatni. Ágnes nem értette, mit akar a tején, de nem is volt ideje a szoptatásnak. Látta, hogy minden rendben van, hirtelen megfordul. Ezek még megfáznak oda bent. Ilyet meg és szaladt a ház felé, hogy betegye az ajtót. A hideg azonban meg se kottyant az alvóknak. Látszólag nem törődtek vele. Aludták tovább mély álmukat. Az istállóban pedig a tisztára nyalt kis borjú lassan száradni kezdett. Szőre tarkán hófehér és piros lett, fülével billentett egyet-kettőt, mintha már is a legyeket hajtaná vele. Csak maga elé nézett szeliden, kicsit bután, mintha levegőből pottyant volna le, és most eszmélkedik. Mú lefeküdt melléje, és csak nézte, nézte. A fájdalmak már messze repültek, és az enyhe láz, ami még visszamaradt, már nem érdekelte. Itt vagy, szuszogta, itt vagy. A kis Mú szép, csóvált a farkát Vahur, és nagy. Nem is értem, ne gyere ide, Vahur, rázta meg láncát Mú. Mert a kutya meg akarta szaglászni a borjút. Ne gyere ide, mert felöklellek. Engem? Téged. Mú, megvesztél, mi bajod velem? Semmi, de ide ne gyere. Majd, ha neked kölyked lesz, te is megérted. Hát ne menj oda, Vahur, nézett a kutyára Miska. Miért kell neked minden áron oda menni? Csak meg akartam szagolni. Hát ne szagold meg. Nem is értem, miért kell neked mindent megszagolnod. Mert a szemem is tévedhet, a fülem is, de az orrom sohasem téved. Nem volt nekem múlva semmi bajom. Most sincs, ingatta a fejét a tején, de ide ne gyere, semmi között hozzá. A kutya erre nem válaszolt, hanem mélyen megsértve, kiment az istállóból. Ez mindig így van, kaparászott a gerendán Hú. Amikor a mi kicsinyen kibújtak a tojásból, a párom még burukot, a galambot is elzavarta, pedig annak nincsen olyan foga, mint Vahurnak. Vahur gondol egyet, az se tudja miért, és megharaphatja Búd. Hú, köszönj meg, hogy itt lehetsz, és ne kavard a dolgokat, dobbantott mérgesen Patát. Vahurtól nyugodt lehet Mú. Hiszen nem azért mondom, pislogott a bakor, de a kicsiknek a szem is árt, nem jó őket idegennek mutogatni, az én párom, amíg élt, nem él már. Nézett fel Kele, aki most párjára gondolt, erről eszébe jutott a nagy folyó, az égő sztyeppék és javuló szárnya is. Azt hiszem nem él, mert egyszer csak nem jött vissza, márpedig ha élne, visszajött volna. Mi nem cserégetjük párunkat, mint ti, mi se, nyújtózkodott Kele. Csak ha elpusztul. Ahány istálló, annyi szokás, billegette fülét kenett teljesen a szamát. Fontos az, hogy békesség legyen, és Vahur szagolgasson mást. Majd jön úgyis az ember, tolászkodott Agoly, majd jön, Miska éppen válaszolni akart, de megmerevedett benne a mozdulat, mert a lefújó nyilása egy hatalmas patkány bújt be az istállóba. Óvatosan körülnézett. Csend lett egyszerre. Oda nézett Paták, oda nézett Kele és Mú is. Az istálló közösen undorodott, csak a gólya szeme lett olyan, mint az üveg. A patkány gonosz szeme megserebbent, de látott majdnem mindent, felmért mindent, és ült, figyelt mozdulatlanul. Csupasz arca kegyetlen volt, okos és undorító.
Farka, mint a kígyó, mesztelen, éles foga kilátszott. Kint hideg van, de ennivaló nincs, csikorgott halkan, amitől az istáló megborzongott. A csapat küldött, szállást csinálni. Eredj máshová, kíz, győzte le magát Miska, és idegesen csapkodott a farkával. Eredj máshová, itt vahúr jár, és véged van, megvoltunk nélküled is. A csapat küldött, elhatároztuk. Itt vagyok, és itt is maradok. Vahúr, vahúr ostoba, akárcsak ti. Mit tehet nekem vahúr? És mit csinálhatok ti? Hiába merezted rám a szemedet, te hosszú lábú tetűfészek. Nézett kelére a patkány. Ha közelebb jössz, rádugrom és átharapom a torkod. Kellenem válaszolt, a patkány szokatlanul nagy volt. Paták szeme csak úgy villogott a dühtől. Megmászik mindent ez a rondaság, zabot, szénát, bepiszkol mindent, ha idejön, eltaposom. A patkány csak ült. Oda megyünk, ahova akarunk. Azt tesszük, amit akarunk. A csapat parancsol. Így határoztuk. Csikorgott most már élesebben a patkány, és mintha többiek a világon se lennének, elindult a jártán terep szemére. A patkány okos volt, mérhetetlenül szemtelen. Nyugodtan szaglálodott, hiszen a csapat küldte könyörtelen parancsal, de valamit mégis kihagyott a számításból. Ne! Ilyen véletlenre a legokasabb patkány se számíthatott, hiszen a baglyok általában nem tanyáznak lakott istállóban. Kis tehát egy kis óvatossággal ugyan megindul, aztán megállt, mert volt valami a levegőben, ami nem tetszett neki. Nagyobb ellenállást várt, több tiltakozást, és valami nem volt rendben. Ám az istállóban nem mozdult semmi. Kelemereben állt, talán ő, nézett rá Kis, de aztán elfordult. Kele szeme pedig azt mondta Húnak, majd, ha alattad lesz. Kis szaglálódva kúszott előre, és a homályban nem vette észre, hogy hangtalanul a pókháló se szakad le csendesebben. Hú ereszkedik alá, markolásra feszített karmokkal. Hú egyik lábával a tarkója mögött kapta el, a másikat pedig szájára vágta a patkánynak, mint egy szöges szájkosarat. A patkány visított, tekergett kinyában, a bagoly pedig vágta. Szárnyával csapkodott, és végül éles csőrrel lelemerült Kis tarkójába. Forogtak, peregtek, de a harc lassan gyengült, aztán a patkány kinyúlt. Hú pedig szinte lihegve a fáradtságtól, nagy nehezen felvitte a gerendára. Vége? Nézett fel Miska. Még kérded? Ez már nem visz semmiféle hírt annak a híres rokonságnak. Szép volt, bolintott Kele. Én nem bírtam volna vele. Hú, kopogott a varjú. Hú, kérlek, ha maradna egy kicsi, hiszen Kis olyan nagy. Köszönöm, hú, dobogott paták. Inkább éhen haltam volna sem, hogy megegyem, amit ez az utálat összemászkál. Nem lett volna nyugtunk se éjjel, se nappal. Nem is olyan utálat, nyelt a bagoly nagyokat. A húsa kiváló, csak egyszer kóstolnátok meg. Jaj, a gyomrom, nyögte Miska. Jaj, a gyomrom, ha csak rá gondolok is. Mi van megint a gyomroddal, Miska? Bújtál a kis csapóajton. Mi a baj megint? Kis járt itt. Csapta fel az órát. Hol van Kis? Hadd tépem szét. Elkéstél, vahúr, nézett fel a varjú nagy tisztelettel hú felé. Elkéstél, hú már eszi is. Rosszkor mentél ki, vahúr, kajánkodott Miska. Ám bár te tőled el is menekülhetett volna, te mindig akkor négy el, amikor szükség lenne rád. Vahúr, kopogott szerényen a varjú, mert nagyon éhes volt, és már a fejvát csipegette az abosládán. Vahúr, kérlek, ha hú ledob nekem valamit, ugye nem eszed meg? Nem. Hú már nem tépte a patkányt, és sajnálkozva nézett le tolóra. Én nem mondtam, hogy adok Kisből. Ahogy jobban megnézem, már nem is olyan nagy. Azt elhiszem, szomorodott el a varjú, hiszen felét már megetted. A bagoly nem válaszol. Tóró, rázta meg magát paták. Itt a jászolban van még pár szemzab. Szedd össze, amiben nem sötétedik egészen. A varjú felugrott a ládáról a jászor peremére, onnét a jászorra. Aztán nem haladszott más, csak itt-ott egy koppanás.
Később az is elcsendesedett. Csak múszuszogott, fejét fáradtan